Sziasztok! Zubor Rozália vagyok, az évamagazin.hu főszerkesztője, és ez itt megint a Van 20 percet, amiben ezúttal Hey Julie-val fogok interjúzni, beszélgetni, aki kapcsán azon gondolkoztam, hogy vezessem be, mert hogy ő elsősorban youtuber, másodszorban influencer, de ez nagyon sokan nem szeretik ezt a szót itthon, és azt a jelzőt találtam ki rá, hogy pozitív példakép. Mert például mindig az jut Julcsiról eszembe, hogy remélem, hogyha majd a lányaim nagyok lesznek, akkor majd olyan embert szeretnének követni, és olyan lesz a példaképük, mint amilyen ő is. Be is hívom, Julcsi is itt van. Már... Szia! Hello! Szia! Hallasz? Hallasz? Igen, igen, csak kicsit akadozik a videó, de talán rendben lesz. Aha. Jó, én jól hallak téged. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgetsz velem, és tényleg nagyon izgulok, mert mindig, amikor olyannal beszélgetek, akit én is így kifejezetten szeretek, akkor mindig egy kicsit jobban izgulok egy ilyen beszélgetésnél. Mesélj, Julcsi, hogy hogy vagy? Bár most megmondom őszintén, hogy szerintem ez most egy nagyon durva kérdés, így pár perccel azután, hogy most bejelentették megint az új korlátozásokat. Ó, erről lemaradtam egyébként, úgyhogy ezt most tőled hallom, de köszönöm, jól vagyok. Én is izgulok, nekem ez, bocsánat, itt van Eli, és nagyon szeretné, ha vakarnám, de most nem érek rá kincsen. Szóval én izgulok, mert nekem ez az első Insta live-om életemben, egy kicsit nagymama vagyok ilyen szempontból, azt hiszem, de úgy tűnik, hogy minden jól megy, úgyhogy minden rendben, nagyon örülök a tavasznak, nekem ez a március, ez így nagyon, nagyon berobbant, hogy a tavalyi év vége az elég sűrű volt, főleg a Vlogmas miatt, minden nap videó, és most pedig, ahogy indult az év, az sokkal lassabb volt, és nyugisabb, és most érzem azt márciustól, hogy megint így bele kell ugrani mindenbe, de ez jó dolog, csak fontos megtartani ezt az egyensúlyt, vagy odafigyelni arra, hogy ne a végletek között mozogjunk, hanem valahol középen. Igen. Neked ugye az öngondoskodás így a fő témád, és ezért is szerettem volna mindenképp veled beszélgetni, mert szerintem, hogyha így itthon erről beszélünk, akkor szerintem így az én korosztályomnak te jutsz rögtön eszébe. És tök kíváncsi lennék, hogy mikor volt neked ez az aha élmény, vagy mikor volt, vagy volt-e valami olyan pont az életedben, amikor úgy nagyon rájöttél arra, hogy ez igenis fontos, hogy a munka nem minden, hogy a hajtás nem minden, és hogy igenis pihenni kell. Volt egyáltalán ilyen pillanat? Egyrészt igen, az öngondoskodással én külföldi YouTube videókban találtam így a self-care, mint szó, az ott jött velem szembe először, meg ott voltak, akiket néztem már, még azelőtt, hogy én elkezdtem videózni, tehát több mint 4 évvel ezelőtt, és egyből el is kezdtem gondolkodni rajta, hogy nagyon értem, hogy mi ez a self-care, úgyhogy látom vizuálisan is, hogy ilyen példákat hoznak rá, de hogy mi ennek a magyar megfelelője, és akkor lefordítottam, hogy öngondoskodás, beírtam a Google-be, és egyébként a mai napig ugye az öngondoskodás az nem azt jelenti így a Google számára, vagy nem tudom, hogy magadról gondoskodsz, és a mentális egészségedről, meg a testi jólétedről gondoskodsz, és teszel érte, hanem ez a pénzügyi öngondoskodás. Szóval, hogy még a szó is olyan, ami nem épült be annyira, és elég sokféle témái vannak a videóimnak, de valahogy ez vált a legfontosabbá, mert tényleg úgy éreztem, hogy nagyon keveset beszélünk róla, és ez egy nagyon kiterjedt, nagyon sokféleképpen definiálható dolog, ami nem állhat meg ott, hogy egy habfürdő, meg egy arcpakolás, hanem mindenféle benne van, és ezért, ahogy én fedezem fel szép lassan, úgy szeretek róla beszélni is, de iszonyatosan jól esik, hogy azt gondolod, hogy ez így összefort velem, meg hogy én jutok eszedbe erről, mert ez egy nagyon nagy dolog nekem, úgyhogy köszönöm. Másokkal is, amikor így beszélgetek erről, már nem csak bennem van ez így, úgyhogy szerintem ezt így tök jól csináltad, és azért nekem nagyon hiteles az egészben az, hogy azért látom, hogy mindemellett néha veled is el tud szaladni a jó, a ló, és hogy nem az van benned, hogy azt mutatod, hogy te ezt mindig tökéletesen csinálod, és te 6 órakor mindig eldobod a tollat, vagy nem tudom, hanem hogy így beszélsz arról is, hogy tudod, hogy ez milyen nehéz erre odafigyelni, és hogy néha neked sem megy. Igen,
Ez így van. És a másik dolog egyébként, amire nem válaszoltam az előbb a kérdésedben, hogy amikor nekem igazán fontossá vált az öngondoskodás, az a pont volt, amikor ugye megkaptam az endometriózis diagnózisomat, ugyanis ott is azt mondta az orvosom, hogy akkor most menjek haza, mondjak fel a munkahelyemen, és menjek el virágkötőnek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy stresszmentesebb életet kell kialakítani ahhoz, hogy ezen a betegségen lehessen segíteni. És ott nyilván ez már nem csak egy ilyen pozitív gondolat volt a fejemben, hogy öngondoskodás, milyen jó ezt felfedezni, meg milyen jó ezzel foglalkozni, erről beszélni, hanem hogy mennyire iszonyatosan fontos az, hogy a testünk egészsége érdekében is foglalkozzunk magunkkal ilyen módon. És nekem az, hogy én akkor ott hagytam a munkahelyemet, ugye főállásban dolgoztam, mellette videóztam, mellette volt a podcast, meg minden más, ami éppen eszembe jutott. Nagyon élveztem, de iszonyatosan sok volt, és ez a döntés is emiatt született meg, hogy egy kicsit lelassítani, és sokkal több időt szánni arra, hogy tényleg stresszmentesebb életet élhessünk, mert hogy ez mindenkinek jelen van az életében, és nagyon-nagyon káros tud lenni. Úgyhogy ez volt a másik ilyen nagy dolog. Az, hogy én mikor és hogyan szánok időt magamra vállalkozóként, amit még mindig tanulok, bár most már több mint egy éve ez a helyzet, nincsenek olyan rendszerek a napjaimban, hogy akkor minden nap X-től X ideig pihenek vagy kikapcsolódom, hanem ez egy sokkal intuitívabb életforma, de ez illik hozzám, úgyhogy igazából nagyon szeretem. Csak akármi is van, ha az embernek fix munkaidős állása van, vagy így, saját maga, a saját főnöke, akkor is aktívan kell ezért tenni szerintem, hogy ezeket az időket beiktassuk. Akkor még tanulod te is ezt a folyamatot. Igen, abszolút. Igen. És például nálad ez hogy van, hogy ugye a műsornak a címe a Van 20 percet, meg nálunk így az Éva magazinnál van egy ilyen kampány is erre az egészre, hogy van 20 percem, tehát hogy minden nap egyszerűen kell, hogy legyen 20 percünk legalább saját magunkra, amikor valami olyat csinálunk, ami csak értünk van, ami nem azért, hogy a lakás legyen szép, vagy a férj legyen boldog, vagy a gyerekek, vagy nem tudom, hanem hogy tényleg csak miattad. És erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ez például nálad hogy van, hogy napi szinten figyelsz erre, vagy inkább olyan vagy, hogy jó, megpörgeted a hétfőtől pénteket, és akkor mondjuk szombat-vasárnap azt mondod, hogy akkor most csak a tiéd a hétvége. Általában törekszem arra, hogy a hétvége az enyém legyen, de nem nagyon valósult meg, amióta videózom igazából. Inkább kis dolgokban, meg nem biztos, hogy egyben 20 percek, hanem így több olyan dolgot igyekszem a napi rutinomba bevezetni, ami csak rólam szól. Mostanában ez például a meditálás. Elkezdtem tanulni, vagy gyakorolni, meditálni, mert ez egy olyan dolog, amit nem megy egyből, és ez az első néhány alkalommal ezért a fejembe, hogy ne gondolj a lila elefántra, vagy mi, hogy is volt az, és akkor nyilván arra gondolsz, tehát, hogy ne gondolj semmire, és ülsz, és ne gondolj semmire. Nyilván vannak módszerek, amik tudnak segíteni, az applikációk, de hogy ezek azok a kis dolgok, amiket szép lassan próbálok beépíteni a mindennapjaimba, és ez tényleg semmi másról nem szól, csak rólam, meg arról, hogy most mindent elengedek, és mindent kizárok. Úgyhogy inkább így ilyen fix dolgokkal próbálom ezt a napok részévé tenni, nem azzal, hogy jó, most van 20 percem, és akkor most valamit csinálok, hanem hogy mindig kitalálok valamit, ami erről kell, hogy szóljon. Igyekszem. Nem mindig sikerül, nyilvánvalóan, de... Egyébként képzeld el, hogy az én öngondoskodásaimnak így a része például a te videóid, meg hogy nekem is ez így fontos lett, az emlékszem egy ilyen körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtem el nézni a videóidat, és így tök megvan, hogy nem tudom, amíg tavaszi nagy takarítok, addig mész a háttérbe, mert hogy van egy ilyen tök jó kisugárzásod szerintem, a hangszíned, ahogy tudsz beszélni dolgokról, hogy így tényleg úgy el tudom hinni neked, hogy ezt így én is meg tudom csinálni, és viszont mindeközben így azon szoktam gondolkodni, hogy mondjuk ez a hihetetlen nyugalom, meg kiegyensúlyozottság, ami jön belőled, hogy amikor viszont te belülről ezt nem érzed, mert hogy nyilván ezzel tisztában vagyok én is, hogy nem mindig tökéletes, meg nyugodt a helyzet nálad se, akkor az így hogy tetőzik, vagy hogy adott ki egy stresszes nap, vagy hétvégén, vagy akár csak egy ilyen nehezebb pillanatban
Káromkodsz? Vagy sírsz, vagy mész egyet sétálni, vagy mi az, amivel így kiadod ezeket a dolgokat? Nagyon szeretek sírni, egy büszke síró vagyok, de az szerintem már egy olyan szint, amikor már így az ember így elengedi ezt a fajta feszültséget. Tehát nem vagyok feszültségsíró, hanem amikor éppen dühös vagyok, vagy valami van bennem, akkor hát általában a férjem szokta végighallgatni, mert nyilván ő van itt. Szeretem ezt kiadni magamból, mert különben csak így, nem tudom, forranak bennem a dolgok. Szoktam káromkodni egyébként, nyilván videókban igyekszem, nem meg podcastban, meg ilyesmi, de szerintem az egy jó módszer tud arra lenni, hogy az ember így kiengedje a gőzt, mert hogy arra meg szükség van, tehát ha megpróbáljuk bent tartani, az csak rosszabb lesz. Az én esetemben legalábbis biztos, úgyhogy szoktam káromkodni, sírni, neki szoktam magyarázni, hogy mi van, és általában nem azért, hogy ő válaszoljon, csak hogy valaki hallgassa meg, hadd mondjam el valakinek, hogy mi az, ami zavar, vagy ami feszültséget okoz bennem. De igazából ezek nálam ilyenkor így ezzel így el tudnak múlni. Úgyhogy ilyenkor nem nagyon tudok produktív lenni, úgymond. Tehát, hogy nagyon szeretném azt mondani, hogy ilyenkor elmegyek sétálni egyet a természetbe, és, de nem. Tehát, hogy amikor az ember ilyen lelkiállapotban van, akkor nem vagyok kiegyensúlyozott, akkor nem vagyok nyugodt. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, ahogy ez alakult, mert én is látom a videóimban, hogy ezt a nyugodtságot, meg kiegyensúlyozottságot sugározzák, és nagyon sokan mondták már ezt, de ez abszolút nem volt szándékos részemről, és nem is vagyok mindig ilyen, hanem egyszerűen ez csak így alakult, és ez van. De el szoktam mondani, hogy azért ez nem mindig a valóság. Tök jó. Egyébként érzed magadon, hogy az, hogy tudatosabban így odafigyelsz, ugye beszélted, hogy egészségügyileg, meg mentálisan, tehát hogy te érzed ennek a pozitív hatását saját magadon, a testeden ennek a változásnak? Abszolút. Egyébként nagyon rossz vagyok ilyen megfigyelésekben, hogy mi az, ami segíteni tud, de ez most már azért évek munkája, lehet azt mondani. Maga ez a stresszmentesebb élet, meg az egészséges életmód. Én nekem ez nem egyik napra a másikra megy, hanem szép lassan kell bevezetnem ilyen dolgokat, de ha belegondolok abba, és pont ezért nem olyan látványos a változás, tudod, hogy most ezen a héten ilyen vagyok, a másikon meg olyan, de ha visszagondolok arra, hogy milyen voltam 3-4-5 évvel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon sokat változtam, igen. Ugye említetted, hogy ezt a nagy változást neked az endometriózis hozta, és szintén ezt is tudják, akik követnek téged, hogy nagyon fontosnak tartod, hogy beszéljünk erről a témáról, és hát március ilyen szempontból a te meg a ti hónapotok is, mert hogy március az endometriózis hónapja. Te hogy készültél erre? Biztos vagyok benne, hogy valamint dolgoztál a háttérben. Igen, most is aktuálisan is dolgozom, mindig nehéz. Egyrészt ugye az Endometriózis Magyarország, vagyis az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvánnyal működöm együtt szorosan most már évek óta. Ők az egyetlen olyan szervezet alapítvány Magyarországon, akik az endometriózissal foglalkoznak, és hihetetlenül sokat tettek már most a témában. Úgyhogy nekik igyekszem segíteni, ahogy tudok. Megkérdezem, hogy mit hogy csinálhatok, hol segíthetek, és akkor ebbe becsatlakozom, de saját magamtól is szeretnék minél többféleképpen beszélni az endometriózisról. Volt már ugye több videóm is ezzel kapcsolatban. Még most sem tudtam teljesen kitalálni, hogy mikről beszéljek. Elég sok, hogy mondjam, vannak ilyen érdekes részei ennek, ugye az életmódon belüli dolgok, amiket lehet tenni, az annyira szerteágazó, hogy ez egy kicsit így le is tudja nyomni az embert. Tehát túl nagy a választék, hogy mit tehetsz magadért, és mindent nem tehetsz meg magadért, de neked kell kiválasztanod, kipróbálnod, hogy mik azok, amiket igen. Úgyhogy erről mindig egy picit óvatosabban kommunikálok, de most szeretnék jobban megnyílni. Úgyhogy ilyen jellegű videókat is tervezek, meg szeretnék bevonni más tartalomkészítőket is, mert hogy ez nem csak az endometriózisról szól, hanem önmagában arról, hogy a fájdalmas menstruáció nem normális, és ugye nem mindenkinek, akinek fáj a menstruációja, endometriózisa van, de ettől függetlenül nem normális, nem kellene, hogy fájjon. És úgy nőttünk fel, az a társadalomon az elfogadott, hogy de hát ez ilyen, csak te gyengébb vagy, vagy alacsonyabb a fájdalomküszöböd, vagy így születtél és kész, de hogy ez nem igaz. És nagyon fontos, hogy egyrészt ne legyen tabu a menstruáció. Kezdem úgy érezni, hogy egyre kevésbé az, mert sokan sokféleképpen beszélnek róla, de nyilván én egy buborékban élek, itt az Instagramon is, meg mindenhol, úgyhogy nem lehet soha eleget beszélni róla. A másik pedig ez, hogy nem kell, hogy fájjon, és hogy
addig menjenek az emberek, akik, a nők, akiknek ilyen panaszaik vannak, amíg nem találnak valami megoldást, mert hogy nem kell, hogy fájdalommal éljünk. Úgyhogy nagyon szenvedélyes vagyok ebben a témában, igen, és ez az, ami a legjobban, ami a legtöbbet ad nekem vissza, hogyha erről beszélhetek, és azt látom, hogy ezzel valakinek segítek, és valaki esetleg ezért jut diagnózishoz, akkor már csak ezért megérte minden, amit az elmúlt 4 évben az interneten csináltam. Úgyhogy ez fontos nekem, igen. És nagyon tetszett, hogy az egyik legutóbbi videódban mesélted, hogy elkezdtél nagyon figyelni arra, hogy a ciklusod alapján, hogy milyen hangulatban vagy, mire vagy képes, mi az, amit el tudsz engedni, és ez is milyen érdekes, hogy ez is valahol az öngondoskodás része, hogy amikor érzed, hogy egyszerűen fizikálisan ez ma nem az a nap, akkor azt tudod mondani, hogy jó, akkor mi megcsinálom holnap. Igen, nagyon szomorú, hogy ezt nem tanítják meg az iskolában nekünk egyébként, mert hogy hihetetlen nagy hatással van az emberre az, hogy éppen mi zajlik a szervezetében, főleg a hormonok szintjén, úgyhogy nagyon sokat tudunk még tanulni, így 30 fölött is szerintem egyáltalán nem szégyen, sőt. Úgyhogy ezt én is tudom, hogy nekem ez nagy hiányosságom, hogy sok mindennel foglalkoztam az elmúlt években ezzel kapcsolatban, de hogy ezzel még például nem, hogy ehhez igazítsam a mindent, ahogy sportolok, ahogy étkezem, meg minden hasonló dolgot. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, amiről érdemes tanulni mindannyiunknak. Nagyon abszolút. Az jutott-e kapcsán eszembe, hogy amikor iskolások voltunk, akkor ez ilyen megúszós 3 nap volt, mert akkor jöhetett anyától az igazolás, hogy akkor most nem kell úszni, meg tornázni, viszont, vagy tornaórán részt venni. Viszont én már emlékszem, hogy akkor hallottam, hogy bizony vannak az országban, vagy a világban olyan országok, ahol ilyenkor a nők 3 nap szabadságot kivehetnek, és ez egy teljesen normális dolog, és senki nem szólja meg őket ezért, vagy néz rájuk csúnyát. És mert hogy ez mondjuk egy nem endometriózisos nőnek is 3 kegyetlen nap tud lenni, nem úgy koncentrál a munkájában, és mondjuk aki számokkal dolgozik, vagy emberek, igazából bármilyen területen dolgozunk, ez tényleg fontos lenne, úgyhogy nekem is nagyon sokszor eszembe jut, hogy milyen jó, hogy ti foglalkoztok ezzel, és beszéltek erről, mert még a mi gyerekkorunkban ez ilyen, ne beszéljünk róla. Lehet, hogy mire oda kerülök, hogy az én lányaim nagyok lesznek, már teljesen elfogadott lesz, hogy amikor ők menstruálnak, akkor tőlük nem iratnak dolgozatot, vagy nem feleltetik őket, mert hogy addigra így felfogja a világ, hogy ez nem hiszti. Igen. Vagy legalább lehessen róla tényleg nyíltan beszélni bárkivel, munkahelyen, férfi kollégával, főnökkel, bármi, hogyha erről van szó. Az már egy hatalmas előrelépés lenne, hogyha ilyen szempontból nem lenne ez ilyen tabu dolog, amit csak így halkan lehet mondani egymásnak. Igen, abszolút. Azt is tudjuk rólad, hogy te ugye nagyon-nagyon szeretsz otthon lenni, amit most aztán nagyon kiélvezhettél, és most akkor a következő 1 hónapban megint kiélvezhetjük. Viszont nagyon kíváncsi lennék, mert ugye tudjuk, hogy a férjed is vállalkozott, tehát mind a ketten otthon vagytok. Úgyhogy tök kíváncsi lennék, hogy ezt így hogy viseltétek, és párkapcsolati szinten hogy próbáljátok a balanszt megtartani. Külön-külön én időkkel inkább, vagy azért figyeltek arra, hogy annak ellenére, hogy valójában egész nap együtt vagytok, mégis legyen közös mi időtök is. Igen, azért egész nap egymás mellett lenni, az nem az együtt lennit jelenti. Igen. De nem hiszem, hogy mi vagyunk erre a jó példa egyébként, mert ráadásul ugye az, hogy ahogy én azért igyekszem tartani egy ilyen kvázi munkaidőt, tehát reggel leülök, elkezdek dolgozni, és estére szeretem abba hagyni, és akkor este már nem dolgozom. Nyilván nem mindig alakul így, de azért igyekszem ezt betartani. Ő meg ugye streamel, és annak fix időpontjai vannak, hogy az mikor van, és általában este is. Tehát, hogy viszonylag kevés ilyen átmeneti idő van, amikor fixen együtt tudunk lenni, tehát előre megbeszélve, de azért igyekszünk a kutyasétákat napközben ilyen minőségi együtt töltött időnek venni, meg hát igen, az a baj, hogy itthon lenni folyamatosan, nyilván sokan vannak most ezzel így, de hogy mi egyébként is itthon lennénk, úgy könnyű minőségi időt tölteni, úgy lenne könnyű, ha mondjuk elmehetnénk moziba, vagy elmehetnénk valahova, de ugye ez most nincs. Ez egy a legkisebb problémák nyilvánvalóan a helyzetben, de hogy
hogy ezért nehéz. Tehát, hogy mi is sokszor beszélünk róla, hogy jó, akkor a héten mikor érsz rá, hogy valamit csináljunk együtt, de ha pedig ilyen van, akkor az általában a főzés, nagyon szeretünk főzni együtt, vagy nyilván nézünk valami filmet, sorozatot, hasonlót, és akkor az is már elég tud lenni, de szerintem az egyéni én időre pont annyira szükség van, mint a közösre, úgyhogy ez egy balansz, amit mindenkinek dolgoznia kell, hogy az adott helyzetben, ami éppen van, fent lehessen tartani. És mi neked most a kedvenc otthoni én idős tevékenységed? Aha. Hát azon gondolkodni, hogy rendezhetem át a lakást legközelebb, mert ez nálam egy ilyen állandó dolog, tehát amikor csak így ülök, és gondolkozom, és múlt héten is megcseréltem az íróasztalt az étkezőasztalra, és akkor Dávid a két stream között így bejött, és már megint történt itt valami, szóval nem tudok leállni ezzel, de ezt nagyon élvezem, és még bőven van benne, amit lehet csinálni, úgyhogy ezt végül is csak itthon tudom, úgyhogy ez nagyon jó. Nagyon sok sorozatot néztem mostanában, részben hivatalból is, mert ugye az HBO-nak csináltam egy videót a Golden Globe jelölt sorozatokról, de hogy ezzel azért sok időt el lehet tölteni, meg a főzés, tehát hogy ezeket tudom mondani, ezen kívül pedig az, hogy próbálok utána nézni, hogy mik azok a dolgok, amiket még megtehetek az egészségemért, amiket kipróbálhatok, ez is hát hívjuk hobbinak most már az lett, hogy mi az, ami szimpatikus, mi az, ami elérhető, mi az, amit szeretnék kipróbálni, vagy nem, ugyanez a jogázás, a meditálás, szóval, hogy ilyenekkel igyekszem tudatosan is lefoglalni magam, de úgy, hogy közben hogy feladnám az egészet, vagy egy Értem. A kertészkedést is tudom, hogyha jön a jó idő, akkor ilyen nagy kedvenc, és kíváncsi vagyok, hogy ha benti, vagy az kinti szépítkezés közül kellene választani, és az időjárás nem számítana, vagy az évszak, akkor melyiket választanád? Hát most már nagyon várom, hogy ki lehessen menni a kertbe, és rendbe lehessen rakni, mert azért nem néz ki olyan jól, mint tavasszal, meg nyáron nyilván. Úgyhogy nagyon várom ezt a részét, de ha választanom kéne, akkor még mindig a lakást, a bentit választanám. Tehát a lakás alakítgatást inkább a kertészkedés helyett, meg most nagyon szeretnék csíráztatni, ugye az bent is lehet, egy csomó minden van, amit lakáson belül is lehet, és ilyen kertészkedéshez hasonló növényápolós tevékenység, ami szerintem nagyon-nagyon sokat tud javítani az ember hangulatán, úgyhogy nagyon várom ezt a részét, de még egyelőre magabiztosabb vagyok lakáson belül, mondjuk így. Nem kérdezem meg, hogy melyik a kedvenc sorozatod, mert aki ismer téged, az tudja. Aki meg nem ismer, az megnézi három videódat, és tudni fogja. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha választani kéne, hogy életed hátra levő részében csak Gilmore Girl-t nézhetsz, vagy csak Friends-et, akkor melyiket választanád? Igen, ez egy nehéz kérdés. Az egyértelmű, hogy ez a két kedvenc sorozatom, ezt a címet csak ők ketten kapták, attól függetlenül, hogy zseniálisan jó sorozatokat láttam az utóbbi években, a This Is Us, a How I Met Your Mother, a Supernatural, a Big Bang Theory, vagy nagyon sok van, amit imádok, de a két kedvencem a Friends és a Gilmore Girls, viszont hogyha választanom kéne, hogy az egyiket nem láthatom, és a másikat kell választanom, akkor az a Gilmore Girls lenne. Mert nem azért, mert jobb, ezek nálam ilyen szentimentális dolgok, hogy eldöntöttem, hogy ez a kedvenc filmem, és nem hiszem, hogy valaha bármi letaszítja a trónról, ugyanez igaz a Gilmore Girls-re, úgyhogy őket nem tudnám ott hagyni. Az nagyon fájna. Értem. Ugye alapjában inkább nézel ilyen dolgokat, mint mondjuk olvasol, de ennek ellenére tudom, hogy azért szoktál olvasni, és kíváncsi vagyok, hogy mi az a könyv, amilyen nagy hatással volt, hogy amit így ajánlanál másoknak. Igen, viszonylag keveset olvasok. Egyébként régebben a kamasz koromban Márquezt és Kunderát olvastam nagyon sokat. A létrájöhetetlen könnyűsége volt a kedvenc könyvem, de most már egész más lelki állapotom van ahhoz képest, úgyhogy nem annyira vágyom vissza azokhoz a történetekhez. Egy dolog, ami nagy hat... Nyilván a Harry Potter könyveket én is nagyon-nagyon szerettem, és volt az Ideutazó felesége című könyv, Audrey Niffeniger volt az írója, nem is tudom, hogy van-e, milyen más könyvei vannak, de azt olvastam többször, és nagyon szerettem. Abból készült egy film is, és most egy sorozatot is fognak csinálni belőle, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Szigorú leszek vele, az biztos.
Viszont most a baráti beszélgetéseket olvasom, amit a Normal People-nek ugye a szerzője az ő másik könyve, és ezt nagyon-nagyon élvezem, és azt is tudom, kis spoiler, de talán nem ront el semmit, hogy a főszereplő lánynak endometriózisa van, úgyhogy még nem olvastam végig a könyvet, de nagyon élvezem, és végem volt ilyen jó könyvélményem, úgyhogy ezt tudom ajánlani most. Tök jó. Van-e olyan idézet, vagy valamilyen motiváló üzenet, amit úgy elő szoktál venni egy-egy nehezebb pillanatban, vagy napon? Ez egy nagyon barátságfüzetes kérdés, de olyan, tehát ez szerintem tök sok mindent el tud árulni az emberről. Igen. Vagyok néha olyan hangulatban, hogy jól esik ilyeneket olvasni, de nem vagyok egy nagy idézetes, megmondom őszintén. Az Instagram biomban viszont már nagyon régóta az a szöveg van, hogy humankind be both, és ezt nem tudom lecserélni. Tehát, hogy odaírhatnék más, de nem, mert ezt annyira magaménak érzem, és egy annyira egyszerű, de mindent összefoglaló kis mondat, hogy amit én képviselek, hogy egyrészt, hogy ugye az egész emberiségre nézve legyen mindenki kedves, mert annyival könnyebb együtt élni ezen a bolygón, ha kedvesek vagyunk a másikkal, a másik meg a be human, az meg nekem azt jelenti, hogy attól még emberből vagy, és hibázhatsz, és nem kell tökéletesnek lenned, de hogy tedd meg, amit tőled telik. Szóval ez egy ilyen nagyon kis egyszerű dolog, amiben sok mindent bele lehet magyarázni, és nekem pont emiatt az egyszerűsége miatt tetszik nagyon. Híres, nem híres, élő, holt, kilent le az az ember, akivel, ha tehetnéd, leülnél egyet beszélgetni, vagy vacsorázni. Ajaj. Ez egy nehéz kérdés, nem tudom, a hivatalos válaszadás előtt időt kell kérnem, ha ez tényleg valóra válna egyszer, de most így hirtelen azt tudom mondani, hogy Lauren Graham, aki ugye Lorelai-t játssza a Szívek szállodájában, valószínűleg nem tudnék megszólalni, de szívesen hallgatnám, ahogy beszél, mert hogy ő ugye a való életbeli Lorelai, ez a színésznő tényleg olyan, mint a karakter, akit játszik, és elképesztően imádom, úgyhogy vele jó lenne találkozni. Az menő lenne. Hogyha lehetne most valahova utazni, akkor hova mennél? Egy kicsit mindenhova. Nagyon régóta vágyunk Kanadába a férjemmel. Ez sok-sok éve tervben van már, és majd egyszer biztos, hogy meg is valósul, nyilván nem egy hétre mennénk, hanem akkor egy hónapra legalább. De tavalyra volt betervezve egy izlandi utazás a legjobb barátnőmmel, Lillával, és az ő párjával, meg az én férjemmel, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a válaszom, de ha csak kimehetnék Lillához Angliába, ahol él, már az is nagyon jó lenne. Nincsenek nagy vágyaim most már igazából. Ha elhagyhatom a lakást, annak is örülök. Igen. Egyébként durva, hogy amikor készültem veled a beszélgetésre, és összeírtam így előre pár kérdést, akkor fölírtam, hogy ha hamarosan föloldják majd a jelenlegi korlátozásokat, akkor hova mennél elsőként? Nem gondoltam, hogy a beszélgetésünk előtt fél órával fognak még jobban mindent lezárni, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy ha majd egyszer valamikor visszatérünk talán a régi életünkbe, akkor mi egy jó mozizás, egy éttermi vacsora, mi így a bakancslistás terved. Egyébként mindegyik, nagyon szívesen meglátogatnám például. A legnagyobb szívfájdalmam talán az, hogy több barátnőm is van, aki nemrég lett anyuka, és nem láttam még a gyerekeiket, vagy csak egyetlen egyszer, mert ugye annyira vigyázunk, és nem is laknak mindannyian Budapesten, úgyhogy hozzájuk mennék először, ha biztonságos lenne. De az ilyen dolgok közül, amiket mondasz, a mozi egyértelműen, én nekem nagyon hiányzik a mozi, imádok moziba járni, egy jó kávét is meginnék valahol, de ami igazán durva, hogy én nem vagyok egy ilyen bulizós alkat, azt nem mondom, hogy soha nem jártam, vagy nem lenne ez azért előforduló dolog az életemben, de annyira hiányzik, hogy elmenjek valahova meginni egy pohár bort a barátnőimmel is beszélgetni, hogy nagyon. És ez nem vagyok annyira én, de ez az, amit már így mindenkiből kihoz szerintem ez az egész, hogy most már azt is nagyon szeretném, amit egyébként nem csinálok gyakran. Igen. Én pont a kisfiamnak mondtam tegnap, aki megkérdezte, hogy akkor mikor megyünk el a játszóházba legközelebb, és mondtam neki, hogy kisfiam, pedig tudja, hogy nem szeretek velük játszóházba járni, mert borzasztó, ami ott tud menni, de mondtam neki, hogy most már tényleg nagyon várom, hogy elmehessünk játszóházba, mert tényleg most már az ember így
elfáradt, és nagyon hiányzik neki minden olyan dolog is, amire azelőtt nem is gondolt, hogy valaha is fog. Nagyon kíváncsi vagyok, ha nem is egész éves tervekre, mert szerintem egy ilyen év után nagyon nehéz tervezni, de hogy így mik a rövid távú terveid, mire számíthatunk tőled? Ezt jó lenne, hogyha nyilván van sokféle olyan tervem, amiről még nem akarok beszélni, mert még csak tervek, de mindenképp szeretnék a saját márkámon belül. A nyári ruhát biztos, hogy vissza fogom hozni, ami a tavalyi kollekció volt, és azt szeretném egy kicsit így bővíteni, meg variálni, de nem akarok nagyon sok terméket. Nekem ez az egész része sosem volt egy ilyen végcél, hogy akkor majd lesz egy nagy webshopom, és akkor nem tudom, hanem csak ami ilyen igazi szerelem dolog, és meg tudom valósítani, azt szeretném, de egyébként a videózásra szeretnék minél jobban koncentrálni, meg ez az endometriózisos termékenységgel kapcsolatos téma az, amivel sokat akarok foglalkozni, mert úgy érzem, hogy nagyon érdemes, és hogy kevesen vagyunk, akik ezt tudják képviselni, és ezért nagyon a feladatomnak érzem, hogy képviseljem. Úgyhogy most tudom, hogy nem tudok semmi konkrét dolgot mondani, de sok ehhez kapcsolódó tervem van az idei évre, ami meg ilyen személyes dolog az nagyrészt a lakásalakítás és a kert. A kertben is nagyon sok minden van, még szerintem, ha valakinek van kvázi saját lakása, akkor tudja, hogy mit csinálni, és ez egy nagyon hosszú, hosszú kaland. Egyébként a jogsimat is próbálom megszerezni, de nagyon lassan megy az egész folyamat, úgyhogy nem tudom, hogy az is mikor és hogy lesz abban valami előrelépés, de ilyenek. Meg szeretnék nyitni mindenféle olyan módszer felé az endometriózis gyógyulással kapcsolatban, ami eddig nem annyira volt meg, vagy amit eddig nem próbáltam. Úgyhogy az egészség az mindig egy ilyen prioritás lesz nekem idén is, a munka mellett. Jó van. Nagyon szépen köszönöm az idődet, a legjobbakat kívánom neked, és azt, hogy 2021-ben minden álmod megvalósuljon, és reméljük, hogy továbbra is jelentkezel a videóiddal, mert én magam is állíthatom, hogy nagyon sokan várjuk csütörtök és vasárnaponként ezeket a videókat, de ne stresszelj mégse, hogyha esetleg nem sikerül. Okay, köszönöm nagyon szépen köszönöm a 20 percedet, és vigyázz magadra, jó egészséget! Én is egészséget! Nagyon köszönöm a meghívást! Szia, szia!